fejlesztő füzetek, gyakorló anyagokat tartalmazó könyvek, játékok. Vannak már számítógépes programok is. A közös ezekben, hogy azoknak a gyerekeknek készülnek, akik valamilyen tanulási zavarral küzdenek. A Sümegi Általános Iskolában jól felkészült pedagógusok vezetésével tudnak segíteni a beilleszkedési és tanulási zavarral, mentális problémákkal vagy teljesítménycsökkenéssel küzdő diákoknak. Amikor szaktanácsadók, szakértők jönnek az iskolába, vagy kedves vendégek látogatnak meg bennünket, akkor mindig büszkén mondom, hogy az iskola egyik erősségeként tartjuk számon a tanulásban akadályozott, tanulási zavarral küzdködő gyermekeink megsegítését. A szakember ellátottságunk remek, hisz az alsó tagozaton 3 gyógypedagógus végzettségű kolléga dolgozik, 2 tanító végzettséggel is rendelkeznek, van egy fejlesztő pedagógusunk, és a felső tagozaton is 3 fejlesztő pedagógus is segíti az ez irányú munkát. És arra pedig nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy fenntartói hozzájárulással 3 kollégánk önálló munkakörrel, tehát főállásban látja el ezt a nagyon szép és nagyon hálás feladatot. Az iskolába járó diákok közel 1/5 küzd valamilyen tanulási nehézséggel. Gyakori az olvasási, írási nehézség, a matematikai szövegértésbeli zavarok. A nevelési tanácsadó szakemberei határozzák meg a fejlesztendő területet. Azoknál a tanulóknál, akiknél valamilyen tanulási nehézséget tapasztalunk, és a tanulási nehézség hozamosabban, hosszabb ideig fennáll, ott van lehetőség arra, hogy a kisgyereket a nevelési tanácsadóban szakemberek vizsgálják. Ilyenkor felmérik azt, hogy milyen a tanulónak a mentális állapota, intellektusa, és az ott elvégzett tesztek, feladatok, helyzeteknek a diagnosztizálásakor lényegében meghatározzák, javasolják a fejlesztési munkát. A tanítási órák után délután 13 csoportban 3-4 fővel foglalkozik a fejlesztő pedagógus. Hozzá olyan gyerekek járnak, akik egy kis rásegítéssel tudják venni a tanulási akadályokat. Alsóban 45-en, felsőben 47-en külön fejlesztési terv szerint tanulnak délutánonként. A gyerekeknél, főleg a felső tagozatban, de az alsósoknál is az egyéni megsegítés, az egyéni problémáknak a segítésében érzem a legnagyobb olyan dolgot, amelyikben segíteni tudok a gyerekeknek, és itt akárha délelőtt az órákon előkerül valamilyen probléma, vagy a házi feladatoknál, vagy egy témazáró dolgozatnál, akkor azokat vesszük előbbre, és azokat gyakoroljuk. Tehát mindenképp a módszereknél, tehát az egyénre szabottan próbálok segíteni a gyerekeknek. Vannak olyan tanulók, akik valamilyen érzékszervi vagy értelmi zavarokkal rendelkeznek. Most 27 ilyen diák van az iskolában, ők a speciális nevelési igényű gyerekek. A fő tárgyakat eltérő ütemben és tartalomban gyógypedagógussal tanulják. A gyerekeket speciális tankönyvekből, a számukra megírt tanmenetekből tanítjuk, eltérő tanterv alapján. Én kiemelten a magyar olvasást, írást, nyelvtant, valamint a matematikát és a környezetismeretet tanítom nekik heti 11 órában. Az általános iskolai követelményrendszernek természetesen nekik is meg kell felelniük. A 8. osztály elvégzése után speciális szakiskolákban tanulhatnak tovább. A pedagógusok a kiscsoportos fejlesztések során mindent megtesznek azért, hogy a tanulók fejlődése biztosított legyen. A barátságos kisméretű tantermek és a rendelkezésre álló eszközök is ezt a célt szolgálják. A sok-sok türelem és dicséret mellett.